the storm. You and I, stripped to the bone. Angels of faith, wings of demise. Feel the night and ride with the wind. Our kingdom will fall if you don't believe. Our lives will come true when shadows fall. Down came the stars, along with the heart. Sacrifices we bleed, without a sign, without a chance. But today, I just want to tell you. Hey, congratulations. It's a celebration. Party all day. I know you've been waiting. Here we go. Congratulations. It's a celebration. I just want to tell you that I think that you're amazing. Hey, congratulations to your corporation. Guess you'll be one Swedish boy. You need a billion nations. Yeah, you did it. Very nice. And all it took was a massive corporate entity with every song in Bollywood. Now you're at number one. Hope you did nothing wrong, like starting your business by selling pirated songs. Oops, didn't think we'd see. It's right there on Wikipedia. Get used to your past being This one goes out to all my gamers out there. We've all been there. You know this feeling. Aw, man. I wake up early in the morning, make a gas sweep. It's like I'm in the nether, cause I can't sleep. In case you got amnesia, man, I want that blue stuff. I got my iron pick with a fortune buff. I'm a Y12 baby, cause that's where it's found. I'm so freaking low-key that I'm underground. I got big dreams of tearing at some big seams. So time to grind and hit the big leagues, yeah. I'm mine all day, I'm mine all night. I'm mine non-stop till those diamonds are inside. And I'm mine all stone till I'm all alone. I'm mine all the time, I can't find what I want. I'm mine all day, I'm mine all night. I'm mine non-stop till those diamonds are inside. And I'm mine your house, I'm mine your mom. Till the break of dawn. Bet you don't have this blue. What just happened? Sir? Sir, I think we hit bedrock. What does that mean? It means you can't go any deeper. Good. Why is that, sir? There's nothing deeper than me.
shit is way too easy. I swear it doesn't please me. I'm like a reaper gleaning when I take my pick and squeeze it and feel its power breezing. Soon be 6 feet deep. Believe I'm bored of being at the peak. So time to see what lies beneath. What's Gucci, my gamer? What's brewing, my gamer? Got that enchanted shit. Lapis lazuli, my gamer. Little bitches always pissed at me no matter what. So they can suck this dick I made with 400 bucks. Cause I'm fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. You won't see me crying. I'm fully stacked diamonds, fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. You won't see me cry behind my fully stacked diamonds. Fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. You won't see me crying. I'm fully stacked diamonds, fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. You won't see me cry behind my fully stacked. All I hear is people say the same shit, but there's no challenge in real life, it's like creative. How's it feel to be rich and have a diamond plaque? Bitch, shut the fuck up, have you seen my diamond stack? Oh, big slap! My big brain got a six pack. You're so dumb, you're mining diamonds with a stone pickaxe. Remember kids, life isn't fair. Take it from the second Swedish Minecraft multimillionaire. I'm fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. You won't see me crying. I'm fully stacked diamonds, fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. You won't see me cry behind my fully stacked diamonds. Fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. You won't see me crying. I'm fully stacked diamonds, fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. Bitch, you won't see me crying. I'm fully stacked diamonds. Oh, help, help me.
Jó reggelt, gémerek, hello, üdv mindenkinek. Május 28-a csütörtök reggel van, vagy délelőtt beállítottságtól függően, és folytatjuk a már most elképesztő Minecraft sorozatunkat ezzel a második streammel. Hát még van mit tanulni, úgyhogy érdekes lesz a mai adás is. Üdv Nikcsi, Laurencica, Norbi, Domdorodom, Keiron, Mike, Márton, Szioró, Anna, szevasztok srácok, jó reggelt mindenkinek. Na, hát egy éjszaka alatt nem tanultam meg semmit a játékról, ellenben alig vártam, hogy folytassuk tovább, mert olyan kalandokba keveredtünk legutóbb, hogy így, édes Istenem, elképesztően intenzív gamer momentumok születtek, illetve hát annyit csináltam, hogy Minecraftos zenéket hallgattam, de ez az intróból is hallatszódott. Szevasz Jarvis, szia Ágota, szevasztok. Kicsit elaludtam egyébként, úgyhogy a lassúságom ennek köszönhető, de legalább egy kicsit mélyebb lágékban fog mozogni a hangterjedelmem, és úgy is csillezni fogunk, érted? Kész a ház, az első részben megcsináltuk a házat, ott majd csillezzünk, nő a gabona, érted? Nagyon jó lesz, indítsuk is, nyomjuk neki. Chill Minecraft zene, ülünk a kockák között, nagyon jó lesz, nagyon jó lesz. Enci, köszönöm szépen a 17 hónapot, hát ever éve. Semmi gond, hogy mostanában nem vagy, semmi gond, kitartást. Köszi, köszi. Akkorát ment a tegnapi stream, hogy már alig várom a következőt. Hát ez nem kifejezés, Petya, ez nem kifejezés. De most fog kiderülni, hogy elmentette a világomat. Nessai Survival, ez az ott van. Nehogy kitöröljem. Jó. Olyan szép, hát még be kell rendezni, de olyan szép. Most nézzétek meg, mit alkottunk, és csak 3 órába tellett. Gyönyörű. De mit keresel itt, te pók? Te hagyjad békén a kertemet, te pók! Nézd meg, erre úszik, beszarok. Na, mit fogunk csinálni ma? Merülhet fel a kérdés. Csinálni-e páncélt, mert ugye vazsát találtunk legutóbb, úgyhogy vazs páncélt fogunk csinálni. Meggondolom majd vazs cuccokat is. De előtte kéne nekünk kőből csákány. Aggódjatok, egy este is elfelejtettem mindent, hogy mi van. Ez kell nekem, csak nincsen bot. Megint el kell menjünk fát vágni, de ahhoz meg nem lesz fejszém. Aj, hogy ebbe a játékba sosincs semmi, ami kell. Ez borzalom egyébként. Miért nem lehet ilyen automata favágó rendszereket csinálni majd később? Hogy így, vagy nem lehet felbérelni ilyen szolgákat, hogy ők így vágják helyettem a fát, meg ilyenek? Az így sokkal jobb lenne. Ez egy olyan feature, amiről azt gondolom, hogy benne kéne legyen a játékba. Ezt remélem megint nem lopakodik rám semmilyen kreatúra. Nagyon veszélyesek ezek a kreatúrák. Nem lehet? Ez totál kiábrándító. Viszont legalább van chill zenénk. Jó. Milyen jó, hogy ingyen zombi húsokat így össze lehet szedni. Kaja is kell, hát kíváncsi vagyok, hogy a gabona az mennyi idő alatt fog megnőni. Meglátjuk. Azt mondja, hogy igen. E betű, széjjel szedem, veszett módú széjjel szedem, igen. És akkor eszközök. Ja, nem, itt. Eszközök. Ne a kardot mutass te. Igen. Ja nem, előbb botot kell csinálni. Bot. Sose fogom megtanulni a legegyszerűbb recepteket se fejből, csak így mondom. Úgy. Úgy. Igen, és akkor most csináljad a cuccod. Mi kell mindig kitörölni? Tudom, hogy fejből kéne kraftolgassak meg ilyenek, de ahhoz én hülye vagyok. Jó? Igazából ezekből is kéne újat csinálni. Mert az most nem fog kelleni. Ezt is szedjed szét, Nessali barát. Úgy. Kiváló. Kéne kaja. Az a probléma, hogy nincs kaja. A zombi húst, ja, azt nem lehet megsütni, azt mondtátok, hogy ezt nem lehet. Berakom.
fával tüzelünk továbbra is, ami tudom, hogy nem szép dolog és büntetendő, de nem baj. Kaptam megint achievementet. Honnan fogom... Ott mi történt? Haló? Az ott miért ment tönkre? Tönkre ment a vataménye. Bazd meg. Nem röhög, együtt érez. Most akkor megint menjek el, és akkor vadásszak izére. De inkább megeszem a rohadt hús, nem érdekel. Kiszáradt, mert nincs víz. De hát most azt hittem, hogy megbeszéltük, hogy nem kell víz. Ó, édes faszom, akkor most mégis kell víz. Na jó, akkor viszont vödröt kell csináljunk. Azt mondja, hogy... Kiszáradt. Hát ilyeneket mondta, vödör. Aha. Abba a pillanatban vödör, oda néz. Azt hittétek, hogy nincs vödör, de van. Szerintem Nessai így két Minecraft streammel is népszerűbb lettél, mint a magyar Minecraft. Hát én vagyok a magyar Videósok Minecraft. Sok jó játékot. Konkrétan én vagyok a magyar Minecraft. Na, gyere ide, vödör. Hogy kell ezt használni? Aha. Igen, és akkor ide beleöntöm. Nagyon jó. Na, tepertőzzed meg a kenyérültetvényemet? De most akkor így johnizza neki? Aha, ott így nedvedzik. De pók! De takarodj már innen! De pók! Pók Péter! Te a házi állatom akarsz lenni? Van egy ház... De a házi állat, a pók Péter, hölgyeim és uraim, Petike. Hát a legújabb barátunk. Gondoltam rá, hogy majd kell házi állat, de nem gondoltam, hogy egy pók lesz az, de egy pók lett az. Jó, nedvedzik. Hát remélem, hogy így jó lesz. Azt mondtátok, hogy 4 blokkra elég a víz. Na most, ha matematikai szemszögből így azt mondom, hogy 1, 2, 3... Aha, várjál még ott is, ott ez... Ja, de itt kapáljad ki, aha. Hát az elvileg 4-en belül. 1, 2... Hát mondjuk a sarka az lehet, hogy pont kurvára nem. Hát mindegy, majd kider. Most akkor hány? Most akkor 4? Ez így jó lesz, vagy nem lesz jó? De itt nedvedzik a sarka, jónak kell lennie. Tudom én, hogy jó, nem próbáljatok meg átbaszni. Eddig folyam, annyira megy a fake infózás amúgy, pedig én tudok mindent fejből. Lehet-e legyakni a pókot? Nem bántjuk, hát Pók Pétert miért akarjátok bántani Petikét? Közben Hámárton, köszönöm a csírt. Köszi. Na jó. Menjünk elképesztően bányászni. Mert még ott hagytuk a vasad. Úgy emlékszem, hogy eltört a kis csákányunk. Ott el van a kis pók, nem kell bántani, így van. Úristenem, micsoda epikus gamer barlang, el se hiszem, hogy ezt én csináltam. Lenne, hogy nem tudom merre kell menni, de erre kell menni, tudom. Az epikus gamer barlang van. Így van, a pók megeszi a muslincákat. Így van. Na, oda néz, itt a vázs. Gondolkoztam rajta amúgy, hogy lecserélem a textúra pakkot, mert hogy... Egyébként annyira nem egyértelműek a resource-ok ezzel a pakkal. Mármint lehet, hogy csak én vagyok fogyatékos, sőt ez valószínűleg így van. De hogy így elég nehéz megkülönböztetni a dolgokat, szóval majd lehet, hogy jövő hétre így lecserélem ezeket a dolgokat. Micsoda, itt már ilyen természetes formációk vannak. Remélem, hogy elég sűrű rakom a fáklyákat, és nem jön ki mindenféle borzasztó szörnyetege. Aha. Mert mondjuk itt elég sötét van. Szén, ez szén. Így hallom a vizet. És ezért kapom az XP-t. Szárnyalunk az XP-vel, érted? Elképesztő. Bekukizott. Anyád faszát. De a creeper nem robbantja föl az i... Azt anyád faszát. Hajjaj. Hát itt bajos lesz. Na most mi a fasz csinálja? De ott egy egész banda van. Ott egy ilyen gang. Konkrétan.
Ajjaj, ez most nagyon veszélyes, ami itt van. Mi van, ha erre megyek? Ilyen kerülési manővert így nem lehet csinálni? Nagyon félek, csak mondom. Meghalunk, víz. Nagyon veszélyes. Felnyitottam egy ősi tárnát. Oda néz, hogy jön a víz. Haló? Aha, ott vannak a kis faszopók. És ha kiütöm alóla a blokkot, akkor így leesik. Aha, soha semmi nem volt ennyire izgalmas az életemben, mint most ez. De nem tudok följebb menni. Megütöttem, 2000 IQ. Nézd meg, ott meg is szexelik egymást. Most egymással verekednek? Ezek full hülyék, bazd meg, oda néz. Belharcot robbantott. Hep. Mindenki látta, hogy konkrétan megmerényelték egymást? Az hogyan? Van ilyen? Ez elképesztő gamer momentum. Figyelj, én nagyon 2000 IQ-ba vagyok. Az apát faszát lövöldözd egy nyillal. Azaz. De kapós. Kapós jellegű, nagyon jó. Ez konkrétan vajon az a vízesés? Mi volt ez a hang? Ami ahonnan elindultam fentről? Gondolom. Várjál, mindjárt elapasztom itt a vizet, mert itt... A denevér az bánt? Hú, bazd meg. Megfúlok. Konkrétan megfúlok. Na várjatok, mindjárt elzárom itt a vizet. Azaz, itt nekem ne vizeljé. Aha, itt jöttem le, akkor visszajutottam ugyanoda. Oké. Mindegy, itt legalább van rengeteg szén. A Ender Dragonnak a kiáltását hallottam megint, bizony. Jobbról balról Ender Dragon mindenhonnan, viszont legalább lesz egy valagnyi szenünk. Ami nem tudom, hogy jó-e, de gondolom, hogy jó. A denevértől lehet húst szerezni, meg koronát. Aha. Kiváló. Totálisan megéri a kockázatot, nem? Ennyi szén van itt! Jó. Még itt is. Konyesz, köszi a 4 hónapot, és Gandris, köszi a donation-t. Kurokó, köszi a 21-et, Kacsuszmami a 2-t. Nekem bejön ez a textúra pakír, a Gandris király benne a víz. Hát amúgy... Vannak textúra pakok még, amiben jó a víz. Igazából főleg a shader miatt ilyen a víz, nem a textúra pak miatt. Úgyhogy azért gondoltam, hogy lecserélem majd a textúra pakot, de meglátjunk. Most azt nem tudom, hogy amúgy ez a bánya, ez így rip, srácok, tehát nem, még itt is van egy út. Nem tudom, mennyire érdemes tovább erőltetni, de most van az a rész, amikor már elképesztő eltévedésekbe kezdünk lenni. Ajaj. Ti is halljátok? Nagyon veszélyes ez a szituáció jelenleg. Még ott fönn is van rész. Úristen. Igen. Az eltévedés valós. Nem szeretem a bal kezembe rakni a fákját, mert akkor így... nem tudom. Az így kényelmetlen. Nem kétkezes még a karakterem. Még béna. Aztán, de megijedtem a denevértől. Meg ne harapják koronával! Az anyád faszát, gyere ide! Kapta. Nem kapta, az a fákja volt.
Kapta! Most el fog értem jönni a Batman és megbüntet? Valós veszélyeket hozok itt saját magamra. Hány fogad van, Batman? Fogok tudni egyébként használni ennyi szenet bármire? Tehát van értelme, hogy ennyi szenet így kibányászok? Mondjuk még bármire jó lehet, mondjuk fákjára pont. Meg nem fával kell tüzelni, de... Jó. Nagyon félek, mert nincs nálam kaja. Jó, ezt még kiszedem. Na visszamegyek, mert itt hallom az Ender Dragon már megint kiáltozik. Bazd meg, de félek. Nyomja neki, hogy... Jó. Menjünk haza. Még visszatalálok, nyugi. 8 millió IQ. Ja, Istenem. Nagyon félelmetes ez a játék, hogy szavak nincsenek rá. De kéne bele folyamatosan zene szerintem. Tehát ez így fura, hogy ilyen kus van. Ám nektek nyilván jó, hiszen a csodálatos hangomat hallgathatjátok. Ajaj, este van. Veszélyes lesz a hazaút. De ne bánts! Ne bánts! Ne bánts! Ne bántsatok! Elképesztő fia, PUBG-ből tanultam, hogy így kell menni. Azért milyen hasznos így a Minecraftben is ez a sok évezredes Battle Royale tudás. Pixelbetyár, köszi a cheert, és Pingvig, köszi a 2 hónapot. DJ Sniz, köszi a subgiftet. Hidacicának. Köti, köti. Jó. Na, epikus gamer barátaim. A vasércet égessük ki. Az biztos. Elrakom a csontot, a veszélyt. Puskapor. Honnan lett puskaporom? Mindegy. Hali főni, nekem bejön ez a textura pack király benne a víz, sajna PSS nincs ilyen. Mondjuk mikor a nagyat ér, akkor kicsi hal szemoptikás a kép. Ha már home office, akkor a tévé pörög, a stream kacsintó fej. Egyébként azért halszem optikás a kép, Gandris, mert ki van húzva az FOV, mert azt mondta Hirks, hogy állítsak be nagyobb látószöget. Azért halszem optikás, nem a textúra pak miatt. Jó. Srácok, kaját kell szerezni. Nem nő a gebona. Ha mondjuk nő, az csak lassan. Honnan szerezzek kaját, chat? Nagy Ádám, köszi a csírt neked is. Ja, hagyd pörög a hype vonat, gabac, köszi. Figyelem, figyelem. Most totálisan megéri az emótákért becsírelni, azt mondják. Most menjünk el szegény állatkákat megölni? Na jó, addig legalább kiég a vázs. Elmegyünk állatokat merényelni. A kicsit messzebb megyek, mert itt nem akarom most már a lókompániát kiirtani, meg az nem ad kaját. És hogyha ettem, akkor elmondjátok, hogy hogyan tudok állatot szerezni. Azt hiszem, azt mondtátok, hogy lehet kutyám, vagy valami ilyesmit mondtatok. Akarok egy kutyán. Gyere vissza, tehén. Nagyon jó. Tehén az jól adagolja a kaját. Kiváló. Állatok. Az ott mi az? Az egy a láma ad húst. Ez olyan, mint a ló. Ezt nem lehet megenni? Biztos ízletes. Van olyan ország, ahol fogyasztják a lámákat? Vagy az ilyen peta?
Várjatok, de még ne írjátok le, hogy hogyan kell kutyán majd, tehát még ne kutyázzatok, hát még, most még vadászok. Majd kérdezem, és akkor mondjátok. Egy jó láma pörkölt, ugye, Poik? Hát, ám úgy, igen. De az ott így megint milyen anomália? Tehát így haló. Az biztos vagyok benne, hogy az Ender Dragon egy csapdája egyébként. Alig várja, hogy oda menjek, és a fejemre ejtse. Hello, coca! De mi? A coca jobban bírja, mint a tehén. Az mi? Ja, nem. Hú, ez itt ilyen, ez egy veszélyes mező. Itt majd lehet nagy bányászkodásokba vágni magunkat. A láma teherhordó állat. Jó van, hát húsa van. Hida Cica, köszi neked is a csírt. Dani, köszi a donation. Takarék, köszönöm szépen a csírt neked is. Gabes szintén, és Alpix, köszi. Ha van csontod, abból lehet csontport csinálni, azzal lehet növényeket növeszteni. Csontporral lehet növényeket növeszteni? Ezt melyik idióta találta ki? Hát ez nem reális, ez full hazugság. Na jó, szerintem ennyi kaja egyelőre elég lesz. Menjünk haza. Süssük ki a húst. Zsírjába. Nagyon éhes vagyok. És ha elfogy a kajám, akkor elkezdek sebződni. Ott milyen formáció van? Ott jön ki a víz a hedgeből? Aha. Jó, ezt most nincs idő megnézni. Vissza kell menni otthonlara. Előtt éjjel hal szegény karakterem. Hogyha sprintelek, meg ugrálok, akkor jobban fogy az éjségem, mint hogyha simán sétálnék. Narancsos kávé, köszi csontporra. DJ Smith, köszi. Geri, köszi a subgiftet kávésbögrének. Köszi. Jarvis, köszi neke. Nem bírom, már nem bírok a csírekkel. Mondjuk utazunk, addig belefér. A lebegő egyblokkos anomáliáknak vallást kell alapítani. Én benne vagyok, majd építünk ilyen templomot, meg minden. A Minecraft vallást csinálunk, hogy beszarsz. Ja, nem sprintelek, csak kérdeztem, de igen, akkor ezek szerint akkor gyorsabban fogy. Jó van. Kiváló. Ó, itt a csontvázak itt ingyen hagyják nekem a lootot. Mondjuk ez lehet, hogy pont diszpónolt. Na. Be kell csukni az ajtót. Kiégett a vázs. Nagyon sok vázsám van. Süsd meg a kaját. Előtt itt éhen pusztulunk. Hogy tetszik amúgy eddig a játék? Hát így, hogy fölraktam az RTX shadert, meg a textúrát, és nem hányom össze magam a kinézetétől, így nagyobb esély van rá, hogy megértem, hogy miért jó. Egyébként tetszik. Egyelőre tetszik, mert még van mivel elfoglaljam magam. Aztán nem tudom, mikor unom meg, de még tetszik. Sült sertésszelet. Úristen, micsoda Minecraft noises. Ne szág. Sosem gondoltam volna, hogy húsütéshez ilyen jó soundtracket lehet találni. Na és amúgy van egy csomó vazsám. Hogy lehet páncél csinálni? Azt mondjátok el nekem? Páncél? Nem. Mi a neve? Vasmelvért. Az kell nekem. Add ide. Vassisak. Na most ezzel széjjel fogjuk baszni a csontvázakat, azt remélem tudjátok. Jaj, kitaboltam a játékból. Igen? Oda néz. Hoppá! 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 Á, hülye vagy! Hát plusz 6 vértezetet ad a chest, elhiszitek ezt? Plusz 6 vértezet! Ja, és ott megjelent a HP-n fölött a... Hát most már nagyon kemény vagyok. Ez már hihetetlen, komolyan mondom, hogy hihetetlen. Na azt mondtátok, hogy a kutyához csont kell. Ugye? Még ezt megvárjuk mikig. Na hogy kell? Hogy lehet kutyám? Minden állatot mással lehet szelidíteni.
kutyát marhahússal, macskát hallal, bárány követ, ha búza van a kezedbe, lovat és a lámát betörni kell. Na most nem csont kell a kutyához? Most azt írtátok, hogy hús kell a kutyához, most akkor melyik? Kutyát csonttal. És mi, és ennyi? Megetetem csonttal, és akkor örök barátok leszünk? Jobb klik a kutyára a csonttal. Ja, ennyi? Hát széjjel szeretem a kutyát. Na várjatok, csak csont. És 6 csont az elég? Kutyát csonttal kell, hílelni lehet hússal. Aha. Na várjatok már. Akkor találni kell egy kutyán. Kutya? Cic. Nem emlékszem, hogy hol volt kutya. De valahol azt hiszem arra volt kutya. Ott vár ránk! Na gyere csak ide. Mert legjobb barátok leszünk. Erőszakkal rá foglak venni, hogy szeress! Ott már jövök. Jövök már kutya. Tarts ki. Úgy fogsz szeretni, mint soha. Ne menj el. Haló? Úgy. Hello. Szia. Leszel a legjobb barátom? Hát elszaladt. Haló? Hát de adtam csontot. Hát figyelj már ide. Haló? Barátok mindörök. Mi? Nyakör van rajta? Hát de milyen kurva aranyos? Hát a lelkemig néz gyakorlatilag, tehát kicsit creepy is egyben. De az egy nyakörv rajta? Vagy vérzik? És most jön utánam. Gyere! Cic! Kuty, cic, haló, wow! Gyere, cic! De hát nem jön! Nessie, hát benne vagy a Minecraftbe. Hát várjál! Ott van, double kutya. Oda néz, abba a pillanatban dupla kutya stream. Állítsd fel a kutyát. De hát hogyan? Mit csináljak vele? Gyere már utánam. Haló, cici. Nem működik. Jobb klik. Ah, na gyere! Cic. Gyere. Haló, aha, cic. És jön! Úristen, tud úszni? Hát mondjuk úgy, nehogy már ne tudjon úgy. Gyere! Gyere, mert jönnek a zombik, bazd meg, mert este van, gyere! Gyere, ci! Hova lett? Nem, itt van. Gyere, gyorsan, meghalunk. Gyere! Gyere! Gyere, cic! Gyere! Gyara! Úgy, ahogy ez így rám teleportál. Ó, hát ez zseniális. Gyere! Azaz, gyere, megyünk haza. Gyere. Gyere, mert ott már jönnek a gonoszok, gyere. Gyere, kuty. Haló, hol a kutya? Ez, itt van, nagyon jó. Ez az. Üljél le. Na, itt fogunk lakni. Lehet neki nevet adni? Nem lehet valahogy nevet adni neki? Pont most írtam, és el tudod nevezni később. Miért később? Most akarom elnevezni. Hogyan lehet elnevezni? Ahhoz kell névcédula. És hogy kell névcédulát csinálni? Hát ez most a legfontosabb. Benne van a izébe? Név. Cédula. Nem, olyan nincsen. Azt nem lehet craftolni. Ritka item, amit csak lootolni lehet. Aha. Oké. Okay. Hát azért valami nevet kéne neki adni. Legyen a neve... Hi, Pison. Korda Benő. Hírx után sok-sok szer... Korda Benő lesz a neve, ez az. És honnan tudom, hogy mikor kellett etni, vagy ő vadászik magának? Közben megéheztem. Ő...
Benő. Miért? Jó a Benő. Benő. Fejjel ágya is majd Benő. Néha meg kell letetni. Ha várjál, adok neked a sertés vagy marhát szeret. Melyik hús szereti? Ilyen kis egyenes a farkincád. Ő meg fog védeni? Mi? Harcolni is tud? Ha bemászott az ágyamba, beszarok. Benő! Rossz kutya! Lefelé az ágyból. Benő! Menjél lefelé, a berendezésről, Benő! Az Isten faszá, Benő! Rossz kutya, nem! Földre! Benő! Jó van, akkor tessék, tied az ágy, nézelődjél, jó van. A farka állásában látod, hogy mennyi HP-ja van, minél lejjebb van a farka, annál kevesebb a HP-ja. Ja! Várjál, akkor megetetem. Tessék, husi! Most hogy áll a farkad? Most fölfele áll neki? Gyere! De nem áll neki fölfele. Vagy az egyenes a legmagasabb farokállás? Ha horgászol, akkor tudsz fogni névcédulát. Aha! Köszi, Robi! Pixelbetyár, köszi a 4 hónapot, Laurita, köszi a feliratkozást, üdv itt köztünk, Takarék HST, köszi a csírt. Ez a max HP. Oké, köszönöm szépen, srácok. Na jó, akkor aludjunk. Hova lett? Benő! Hova lett? Ne ijesztegessél. Most itt ülj... Ne... De jó, üljél le az ágyra, én is alszok. Gyere, Benő, aludjunk. Első este már az ágyba alszik a kutya. Már most elbasztuk a nevelését, nézd meg. Borzalom vagy. És miért nem maxos a páncélom, srácok? Hát az miért van, hogy az nem maxos? Ja, hogy az a szettől függ? Ja, értem. Aha. Ja, milyen jól néz ki a karakterem, hát mindjárt beszarok. Oda néz, a páncélos pingvin. Jó. Na kérlek szépen benneteket, figyeljél ide. Jó, what's next? Hát akkor mehet a backseat, mit csináljunk? Kész a gabona? Benő, maradjál itthon, mert még féltelek, mert hülye vagyok. Ez kész van már? Az ott már nagyon szép színű, még várok, még az összes kész lesz. Vasból csináljunk fegyvert? De miért kell a fegyverre? Annyira... Bányásszunk tovább. De mondjuk még állatokat akarok szelidíteni. Inkább azt akarom csinálni. Én farmot akarok. A farm, ahol élünk. Azt akarom inkább. Ilyen állatfarm. Te anyát faszát csinál, gyere! Föl ne robbansd a házamat, mert szétöllek. Nézd meg, a hülye bunkó. Hát itt tönkretesz mindent. Van ilyen? Szóval állatfarmot akarok csinálni. Akkor ahhoz először kell kerítést építeni. Ide is, meg itt ki kell lásni a dolgokat. Hello, Pók! Menj már innen, Pók! Hogy elkezdek, kicsit csinálok helyet. Pók Péter! Nyugalom! Miért kell itt minden? Hát ez a Pók Péter. Péter egy paraszt. Mit akarok? Kifogyott az ásóm. Ásó. De ne vasból, ne vasból, már megcsináltam. A picsába. Nem tudom megkülönböztetni a vasat a kőtől. Mindegy, hát legalább ez sokáig fogja bírni. Isten, hogy szelem a földet. Olyan állatfarm lesz, hogy beszartom. Lesse meg a kutyával a pókot. Nem, hát ez ilyen házi kutya, ez nem ilyen vad. Őrzi a házat, Benő. Az állatok elég hangosak, zavaró, ha közel vannak a házhoz. Hát egy farmon élni ilyen veszélyes.
Ez együtt jár a farmi élettel. Várjátok, itt ki kell tölteni a helyet. Amit a crapper itt felrobbantod. Elképesztő terraformálások, hölgyeim és uraim. Közepesen ismert Minecraft elsportoló elképesztően nyomja. Na már megint itt van a izé, Johnny Jackson, hello? De nincsen nálam ilyen smaragd. Menjél innen, mert ráduszítom a kutyát. Itt most épp farmot építek, húzzál innen haza. Nessalinak volt egy farmja. Ia-ia-ó. Oké, kerítést kell csinálni. Van egy kis tölgyfa kerítés. Van fám. Tölgydeszka. Hát egy pár fám van. Kerítés. Ja, ne várjál, tudom, hogy hogy volt. Tudom, hogy hogy volt. Bot volt. Így volt. Hátjátok, fejlődök, most már tudom fejből, hogy mi van. Mekkora hely kell az állatoknak? Nem kell olyan nagy. Mondjuk lehet, hogy úgy csinálom, hogy így többféle állat lesz így, és akkor így... Meg gondolom, a különböző állatokat így különböző karámba kéne tartani, érted, hogy mit mondok? Mennyi úgy? Egy, kettő, három... Úgy... Úgy. És egy hiány nem jött ki, beszarsz. Akkor még kell menni fáér. És már lassan ültetnem is kéne fákat, nem? Mi van nálam ennyi föld? A szemetes kukát nem lehet építeni? Mondjuk van fenyődeszka, de abból másfajta lesz, azt tüzelésre használjuk. Ja, nyírfadeszkát égetem most, jó. Megyek fá... Jössz vele? Gyere velem! Gyere, Benő! Gyere! Ki tud jönni? Azaz, nagyon jó vagy, Benő, gyere! Menjünk fát vágni. Ők a fejszén mindjárt tönkre megy, tehát jövök is vissza, de nem baj. Aha, egy jó kör volt. Gyere, Benő! A lávába tudod, aha. Dobáld a folyóba, ami nem kell, 5 perc után eltűnik. Ó, köszönöm szépen. Mit akarok csinálni? Kő, kő. Kő, balta. Fejszének hívják, de értitek, hogy mit akarok mondani. Ez az. Ajtót be kell csukni, ha ne hagyj már. Na 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 na. What was? Ez egy nagy fa. Ez ilyen vaskos. Nem érek el odáig. De hogy nőhet így egy fa, amúgy? Tehát így vad. Ne, menj, gyerünk. Várjál csak. Ha! 2000 IQ. Még ennél följebb is van. Hát mennyire magas ez a fa? Ilyen izgalmas fa kiütéssel láttatok még, ugye? Ott onnoltam. Még ott is van, beszarsz. Hát most még oda is építsek el, hát hülye vagy.
Azért akarom kiütni az összeset, mert mondtátok, hogy akkor... Akkor nem spónol, vagy mi? Tehát akkor eltűnnek a lebegő levelek, az meg ugye kurvára idegesít. Jó. Ez ilyen gigafa. Jó. Nagyon jó. Széjjel ütöttem. Fasza. Hé, hol van Benő? Gyere, Benő! Legalsó fát lehántottad. Jó. Hát, és akkor ilyen hántást kaptam? Kérgezett törgyfarönk. Hát nem baj. Mert hántás még nem volt. Néha az ember így ráhánt. Néha, amikor unatkozok otthon az ágyba, akkor néha én is ráhántok egyet. Ti nem szoktatok ráhántani egyet, mikor üljél le, Benő, azaz. Nagyon jó. Na most elképesztő mennyiségű fát szereztünk. És mit tudok csinálni a kérgezettel? Ugyanúgy szét tudom szedni? Jó. Oké, és... A ház oldalára kellene egy sellout tábla. Hát kéne még, hát még, hát majd kéne szőnyeg, meg ilyen berendezések a házba, meg ilyenek, de majd eljutunk oda is. A kerítés. Hogy így, igen. Jó, és kell kaput is csinálni. Ja, nincs elég bot. Úgy. Shift-klikkel az egészet lekraftolod. Ah, köszi. Hát nem baj, jó ez a kis kraftolgatás. Ugye arra gondoltam, hogy kéne zenét hallgassunk, mert ha már a játékban nincs. Már most ugye pont volt, de hát ha így jobb lesz egy kicsit. Most be kéne jelentkezzek a Spotify-ba? Hát micsoda dolgok ezek. Nem hej-hej, Monika. Most elmentette? Jó. Gyere, Benő. Nem akartam eldobni a vödröt. Igyázz, mert elviszi a... Menj már in... Besétált, bazd meg. Vizsga előtti utolsó hajrában azért megünneplem a 2. Hónapos feliratkozást, jó játékot, Nessa, és szép napot mindenkinek. Köszönöm szépen, Krisztina. És elkeptön, köszi a 200-at. Hogy lehet onnan kiebrudalni azt a faszt? De leölhetem amúgy, de most már de kajak. Takarodj már ki onnan. Öljen meg. Na, kijött. Halljál, beszart. De amúgy az állatokhoz nem kéne ilyen dupla kapu? Hogy így ne szökjenek el? Szerintem az kéne. Én már most látja, tehát innen látszik, hogy kibaszott okos vagyok.
Így nem fognak tudni elszökni. Úgy. És akkor így ide be lehet rakni őket szépen. Na, milyen állatot szelídítsünk először, srácok? Ez kész van, srác? Ezt le lehet szedni, de nincs mindegyik kész. A kapával kell leszedjem? Most ez kész van. Ah, ez kész van. Gondolom az, ami ilyen nagyon narancs, az van kész. Ugye? Már faszom, leszedem az összeset, és akkor legalább egyszerre fognak újra zélni. Értitek, hogy mit mondok. De látjátok, milyen gamerbe ültetem? Tehát ilyen gyors ültetést még nem láttatok a Minecraft Java Editionbe. Oda néz. Hát nem azért mondom, de azért nem hiába ez a legjobb Minecraft sorozat a világon. Na igen, közben kérdeztem és totál lemaradtam a válaszotokról, tehát most mindenkinek be kell írnia újra. Tehát milyen állatot szelídítsek és mivel? Aranyos buci, köszönöm a feliratkozást, üdvít köztünk, szia! Kell búza a kezedbe, és követni fognak a tehenek vagy a bárányok. Tehened búzával. Aha. Tehát azt kell csináljam, hogy a kezembe fogom a búzát, és akkor teheneket ide kell csalni, ugye? Aha. Jó, hát akkor nyomjuk, kenjük neki. Köszi. Ője meg a kereskedőt. Jó van, most már írjátok, hogy lasszót dob a kereskedő. Gyere ide, bazd meg. Abba a pillanatban, na mi van, kereskedő? Hú, bazd meg, de leköptek a lámáj. Mi a fasz? Úristen, de gamer momentum. Gyerünk, Benő! Úristen, Benő megrakta a lámát. Mindenki lát? Mekkorát rakott a lámára a Benő? Inas. Póráz. Minimum kettőt tudnak párosodni. Mi tudnak párosodni? Az állatok? Ilyen van? Ne idegesítsetek már. Na jó, akkor először keresek tehenet, jó? Mert most megint annyi információ van, hogy azt sem tudom, mi van. Ez milyen? Az a szamár. Nem, az egy ló. Nem, az egy szamár. Megkeressük a teheneken. Le van halva megint a betölnet? Ja, jó. Nem tudom. De gondolom, igazad van. Igen, mondjuk ez a délutáni hard mode-hoz fontos lesz, hogy működjön. Az a baj, mert megöltem az összes tehenet. Na, várjátok, és a pórázzal is el tudom hozni őket? Vagy hogy van ez? Egyébként ő volt a láthatatlan csöves az előző streamedben. Ja, tudom. Este megiszik egy láthatatlanság italt, nem baj, ha megölöd, egy idő után respawnol. Ja, majd respawnol, aha. Itt csak malacok vannak. És a póráz az egyszer használatos? Tehát rárakom, és akkor... Zé? Nem, mondjuk a malac is jó, mert az is ad kaján. Vigyük el a cocákat. Nem, visszaadja. Ja, jó. Itt körülnézek, van a tehén. Mi a fasz ez a csirkehegy? Beszarok, csirkehegy. Nem látok tehént. Ussoljátok már, csirkénk. A csirkehegy. Akkor vigyük el a cocád. És a coca is követ búzával? Nem, mert a coca az moslékot eszik. Coca, búza, coca. Próbálok a nyelvükön kommunikálni. Na várjál, akkor póráz.
Répa kell a cocához. Nincs répám. Na várjatok. Póráz. Jobb klik. Aha. Na gyere, bazd meg. De a szemén kell. Úristen, ez horror. És egyszerre tudok kettőt vinni? Na gyertek. Gyertek, bazd meg. És ez nem tud leakadni? Vagy le tud ez akadni, srácok? Nagyon fél. Óvatosan, bazd meg. Gyertek. Le tud óvatosan, oké. Okay. Gyere, cic. Gyere. Azaz, nagyon jó. Már mindjárt otthon vagyunk, gyere. Gyere, cic. Cic, gyere. Úgy, Benő, de hogy tereli őket? Ez ilyen terelő kutya ez a Benő. Figyelitek, ott inasba tartja őket. Cic, gyere. Gyere. Azaz. De mindjárt otthon vagy. De meg ne fújjatok a vízbe. Azaz. Gyere. 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 Cic. Gyere. Azaz. Nagyon jó. És akkor most hogy tudom leszedni a lasszót? Jobb klik? Aha. És visszaadja a lasszót. Ad ide a lasszót. Ha! Na, hát mostantól itt laktok, tetyáim. Jó lesz? Nézd meg, hogy szeretnek engem. Kiváló. Hát ez ilyen jótartású farm ez. Teratron, köszönöm szépen a 4 hónapot. És az előző csírt Mendokuszájnak, köszi. Ezeket répával lehet szaporítani. Na, és akkor honnan szerezzek répát? Azt mondjátok meg nekem. Honnan szerezzek répát? Faluból. Milyen faluból? Falu? What kind of falu? Mi az, hogy falu? Én nem tudom, mi az, hogy falu. Ja, ott laknak a izé, a villagerek? Hát tudom, hát vágom én, hogy mi van. Na jó, van. Aha. Ez természetes, ha nincs répája a disznónak, akkor nem tud szaporodni. Igen. A világban random spawnol, aha. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy most el kell menjek falut keresni. Hát jó. Benő, hol vagy egyébként? Itt őrzöd a malacokat, Benő? Jó van, amúgy jó arc vagy. De megy le a nap, Benő, gyere, mert alszunk egyet, mert holnap falut kell keresni, mert azt mondja a chat, hogy répa a faluba van csak. Gyere, cic, Benő, gyere, helyedre. Benő, a faszom, úgy. Gyere az ágyba, Benőkém, ott aludhatsz megint velem. Ne ugass se, ne szóljál vissza. Nem kell az ágy, megtalálom a falut. Azt mondja, merre lennék, ha falu lennék? Érdekes lesz. Hát amúgy arra már voltunk egész messze így a hegyekbe, arra nem volt falu, tehát lehet, hogy arra fogok menni. Jó, elképesztő kaland várható. Ti is nagyon izgultok, srácok, hogy micsoda balhékba fogunk keveredni? Én már nagyon izgulok. Jegyezd meg a koordinátákat. Az hogy kell a koordinátákat? F3. Na menjetek a faszomba, hát itt minden mi a... Hát itt kiírja még azt is, hogy hol lakok. A tajszámomat, meg mi... Az az XYZ az? Aha. Hát én nem jegyzem meg, ti jegyezzétek meg. Hogy kell screenshotot csinálni? Úgy elmentettem. F2.
Hát ilyen 0285. 0285. Azt így könnyű megjegyezni, nem? Na és most hogy tüntetem el? Így. 0-285. Jó. De visszatalálok, srácok, hát visszatalálok. Hát nem most kezdtem, baszki. Illetve de mindegy. Benőt vigyük magammal? De nagyon féltem a Benőt. Vigyük a Benőt? Igen? Jó. Gyere, Benő. Menjünk erre, Benőkém, gyere. Vigyázzál, mert itt még creeperek szabadon járhatnak, kelhetnek. Amúgy nem lehet a kutyára ilyen izét? Valami védő cuccot rakni, hogy ne halljon meg? Tehát neki nincs ilyen fegyver, vagy páncél, vagy ilyen izé? Már most, aha. Ott van a zombi. Ilyen, nem lehet belőle ilyen rozsomákot csinálni? Tehát ilyen... Hogy menj már innen a faszomba, mert akkorát verek rád anyát faszát. Benő! Öl! Torokra! Azaz Benő. Azt oké, hogy a hússal tudom hílelni, de... De hogy ilyen farkas karmokat nem lehet rárakni? Nem lehet ilyen rozsomákot csinálni belőle? Mindenhol hegyek vannak. Sehol nincs falu. Gyere, Benő. De más nem tud répát dobni? Vagy a földben nincs répa? Ez nem az a játék. De hát miért nem lehet páncélt rakni a kutyára? A zombi néha tud. Aha. Zombi dobhat répát. Hát akkor egyszerűbb lenne zombit farmolni. Csak utána a répát akkor szaporítani is ki. Milyen szép virág. Gyere, Benő, ússzál szépen. Halló, falu! Bazd meg. Folyton leesek. Itt nincs falu, itt mindenhol víz van. Meg béka, leveli békák. Az ott mi az ott? Ja, hal? Ugyanaz a zene szól a háttérben, nem tudom kinek tűnt föl, mert véletlen be volt nyomva az ismétlés. Fölmegyek oda a dombtetőre, mert itt nincs falu. De már 10-es szintű vagyok amúgy, ez feltűn nektek, tehát hogy azért... Most már kezdjetek el respektálni. Azért nem mindenki jut el a 10-es szintig a Survival Minecraftbe. Egyébként halk a zene, úgyhogy nem meglepő, ha nem halljátok, direkt halkra laktam. Meg csak ilyen ambient beatek mennek. Na tehát itt sehol nincs, egy kurva falu nincs itt sehol. De egyébként van rá bármi garancia, hogy a spawn pointhoz közel van falu, srácom? Vagy ez így... Lehet, hogy örökké megyek és nem találok. Van. Aha, csak találjam ki melyik irányba mi. Aha, valaki azt írja, hogy nincs. Ouch.
Hát jó, erre csak víz van. Ebbe az irányba csak vizet látom. Ha látószöget maxra veszem, akkor itt vége lesz mindennek, és felrobban a számítógépem. Nagyjából egy irányba megyek a Pix egyébként. Most az egy dolog, hogy ezt ti nem látjátok, de én tudom. Na, ásóval kéne ezt a szart túrjam, igen. Szia, Avid! Itt megnézem, hát ha a hegy mögött rejtezik a titkos falu. Hú, ott micsoda, a Hawaii szigetek vannak arra. De legalább milyen jókat úszunk ma, Benő. Hopp, ott van valami, azok malacok. Hát itt nincs falu, bazd meg, ez egy lakatlan Minecraft világ. Andris, köszi a subgiften. De van kecske. Te, úristen, micsoda állatfarm van itt. Benő, hát láttál már ilyen? Egyszer csak lesz falu, hát... Az a baj, hogy ameddig ellátok, nyoma sincs falunak. Hát ez szomorú. Lehet, akkor abban maradunk, hogy nincs malacszaporítás, de viszek haza valami mást. Igen, kajánom kell, köszi. Most ha tippelnem kéne, arra lakunk. De most már nem vagyok benne biztos. Az a baj, hogy mindjárt este van, vissza kéne menni. Még nézek itt egy magaslaton. Lófasz van itt, nem falu. Szia! Az ott mi az ott? Kis bárány? De aranyos! Lehet, hogy a falu küldetést elengedem. Gyere, Benő, menjünk haza, mert ránk esteledik, megbaszódunk. Kíváncsi vagyok, haza találok-e. Mármint nyilván tudok csalni a koordinátákkal. De ott fekete is van. Antirasszisták. Teljesen jó. Mindenféle színű van. Ezek emlékeztek, amikor vért húgyoztam, hogy találjak bárányokat?
lassan rá kell nézzek, hogy jó felé megyek-e. Hogy volt? F4. F3. Jó felé megyek. Nagyjából. Igen. Kalandos lesz, ránk sötétedik. Gondoltam, Gandris, köszi, köszi. Nem baj, legalább lesznek zombik, és jó, megverjük őket, és hát, ha dobnak répád. Hát srácok, a falukereső küldetés csúfos kudarcot vallott. De amúgy miért nem lehet Benővel így megszagoltatni valamit, és akkor így ő elmegy falut keresni. Ez miért nem lehet így szolgákat felkérni ilyen szolgamunkákra? Na most miért vetted ki a kezedből? Az meg, hát nem jutok föl. Az meg, genyó, bocs. Hú, a faszom. Vagyunk. Van egy parancs, amit ha beírsz, akkor elárulja a legközelebbi falu koordinátáit. Ó, azt most lehet, hogy így megcsítelném. Mármint, hogyha nincs... Tehát ha van bármi más mód, akkor nem, de ha nincs, akkor... Akkor azt lehet, hogy megcsítelném. Nem? Na mit gondoltok? Bazzus, gyere, Benő! Benő! Benő, gyere be! Benő! A faszom, Benő! Gyere, gyere! Cic! Benő! Isten. Nagyon megijedtem. Ja, hogy az ilyen cheatnek száll. Jó, akkor nem. Nem akarok cheatelni. Jó. Megeszem a zombi húst, mert különben amúgy minek van. Jó, akkor ez nem működött. Akkor a búzával melyik állatot kell letetni, srácok? Mert akkor olyat hozzunk, amit tudunk etetni. Nyilván, hát logikus, érted, hogy mit mondom. Benő a faszom, Benő. A tehént és a bárányt. Okés. Így csinálok még egy karámot.
van még kapum. Két kaput csináltam. Na, narányosak a cecák. Rohadt húst oda lehet adni a kutyának is? Aha. Mondjuk logikus. Mit akarok csinálni? Még kaput. Meg kerítést is, de főleg kaput. Nagyon chilles a beat, tetyáim, nagyon chilles a beat. Kettőt raktam be. Mi a kurva? Elvesztettük Benőt. Terrortámadás áldozata lett Benő. Összeesküdtek el, nézd meg. Miért? Olyan boldog kutya volt egyébként. Emlékeztek a legjobb közös pillanatainkra Benővel. Például, amikor elfoglalta az ágyamat, amikor megpróbált megküzdeni a pókkal, és hát nagyjából ennyi volt, mert 2 perccel létezett körülbelül, de hogy amíg élt, remek, remek kutya volt. Mindörökké emlékezni fogunk Benőre. És amikor leült, és amikor felállt, emlékeztek arra. Kiváló, kiváló kutya volt. Benő emlékére ilyen PPT sorozatot lehet feltölteni YouTube-ra. Rip Benő. Kurva életbe. Legjobb barátom volt. Az egyetlen barátom volt. A faszom. Na jó. Akkor most megyünk, és újjáélesztjük Benőt. Benő! Benő kettő, haló?
temesd el. De hát hogy temessem el? Amúgy itt van tehén, ezt majd jegyezzük meg. Benő. Állíts neki táblát. Csontokat a föld alá. Jó, még nem, majd ha már tudom ezeket, akkor nyomjuk. De most meg kell találnunk Benő kettőt. Valami kell, ami az egy... A kurva anyádat. Mint hogy bocsánat. De Benő olyan jó volt, ő itt magányos volt. Nem falkában élt, hanem itt egyedül. Csinálj neki egy sírt, amit majd a fű Benő. Érted? Benő. Csinálunk egy sírt, amit a fű Benő. Ez a legérzelmesebb Minecraft sorozat, ami valaha megszületett az interneten. Ez így igaz. Nem hazugság. Ott a csirkehegy. De nincs több Benő. Milyen szép virágok vannak itt. Benő! Na, ez itt meg malackodnak alattunk. De ott milyen láva van? A lávát? Ki tudom bányászni a lávát? Na, azt nem kéne szerintem inkább. A vödörrel, igen. Mi a vödör, az láva álló? Ezt a hülyeséget. Innen nem lenne jó leesni. Hazavisszük a tehenet. Tehén. Gyere. Ott is van egy tehén. Gyere. Úristen, éhes egy dög vagy te. Undorító vagy, gyere. Akkor lehet, hogy pórázzal egyszerűen. Igen. Gyere. Gyere te is. És honnan tudom, hogy ők fiúk vagy lányok? Na lehet, hogy két fiú, aztán hiába reszelgetik egymást, az csak örömszerzésre lesz jó. Az itt mindegy? Ja, itt ilyen himnősök az állatok? És a fekete bárányt... Apátok faszát. Ha kaja, hála, ha, kaja, kur, tönkre mentek a lasszony. Gyere, hülye faszok. Mármint, hogy gyertek, azaz, gyere, cic, gyere, okos tehén. Cic, azaz, gyere, cic. Cic, azaz, gyere, te hülye. Kasszót vissza tudom venni? Jó, gyere. Gyere már, bazd meg. Nem úzzál, hanem gyere. Még ma bejöttünk. Nem fér be. Há, mekkora nagy darab, gyere. Az meg... Ha! Beszoptátok, gyertek ide, cici.
Gyere. Cicicic. Hol a másik kapu? Ha! Becumantottátok. Várjatok, kellenek a lasszóim. De hova, hol szakadtak el? Aha, itt van. Megvannak. A sikeres tehén vadászat, GG srácok. Alfa Manus, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 10 dolláros támogatást, és Gandris köszi az infót. A Breaking News brit tudósok bebizonyították, hogy a tehenek mind nőstények, a bikák meg hímek. Köszönöm szépen. Na, és akkor most mivel kell megetessem őket? Gabonával? És akkor szaporodni fognak? A búza. Az. Búza, gabona, potétó, potátó. Na honnan tudjam, hogy melyik eszi meg? Mennyit kell lenniük? Romantikus vacsora. Nézd meg! Hát milyen kurva aranyos vagy! Kis izé! Nagyon jó. És akkor utána őket le kell vágnom? Vagy mi? Egyetek akkor még. Nem éhesek? De a kicsi... Ne. De mi itt ilyen minden csillámfaszláma van, itt meg minden van. És ha eldobom, megeszi? Nem eszik akkor meg. De a kicsi mennyit eszik? De a nagy miért nem eszik? Enderman? Milyen Enderman? Enderman? Hát szétölöm az Enderman! Gyere, bazd meg! Enderman, anyj, apát fassa Enderman, gyere ide! Gyere, cicicic! Kis izé, gyere! De ki kell hozzam volna a nagy csökevényt. Gyere, kis csök, gyere! Gyere, cicicic! Gyertek, apu szétöli az Endermant. Na gyere, bazd meg, Enderman! Hó vagy, Enderman! Gyere! Na? Most enderkedjé! Velem enderkedjé karddal. Na? Endre. Nincs itt Endre, bazd meg, összefosta magát az Endre. Én nem ugyanolyan gyorsan nő a búza, nem értem. Na, Endre? Ha nem nézel a szemébe, nem támad. De földugom a kardom a seggébe, bazd meg. Hol van az Ender? Az Ender Dragonnak a gazdája az Enderman, nem? Gyere, így tudok kardozni, gyere! Nincs itt semmilyen Enderman, átbasztatok megint. Szóval, mit tudok csinálni a tehenekkel? Tejet tudsz fejni a vödörbe, hogyan? És miért jó nekem a tej? Megiszom és a kukaja, vagy mi? Na várjál, lefejem őket, gyere ide, vödör! Teljes vödör. Leveszi az effekteket. És most hova... Mi, hova tudom kijönteni a tejet? Nem lehet így... üvegbe rakni, hogy én legyek a teljes ember? Sehova, meg kell lid. Aha. Jó, hát... abból tudsz majd sütni tortát. Aha. Jó van. Na majd akkor később ezeket szaporítjuk tovább, jó van. Oké. Mindent értek. Most az a baj, hogy már nincs idő elmenni kutyát keresni, pedig kéne megint, kéne bennő kettő. De milyen szép kis farmunk van. Hozzak csirkét is? Jó, hozok mindjárt csirkét is, hozok mindjárt. Mindjárt hozok mindent is, hozok.
De most előbb kell egy benő. Három csont elég a benőhöz? Enderman, bazd meg. Hát olyat baszok az Endermanra. Elmegy haza, azt elmondja a sárkánynak, hogy vigyázzál, mert veszélyes a környék. És a csirkét is pórázzal vigyem haza? Vagy lasszóval, vagy mi az? Ott ilyen tökök vannak, az jó a tök? Vigyek tököt is? Mire jó a tök? Halloweenezni? Tökpitét lehet belőle csinálni. Aha. Tök jó. Jó sok állatka van itt. Mik azok ott? Haló? Várjál, fegyver van náluk. A kurva anya, mik azok ott? Azok ilyen izé, japán honfoglal, gyere ide, bazd meg. Mik azok ott? Gyere, bazd meg. Hova lettetek? Aha. Apát faszára lőjél, a kurva. Aha, gyere, bazd meg. Megölnek? Tudjátok, kitölnek meg. Így ezek a mongolok. Kurva mongolok! Aha, anyádat, hogy tudod, kitölsz. Aha, megöl! Aha! Hol a másik? Gyere, bazd meg! Megölnek. Apád faszát ölöd otthon. Aha. Ne öld meg. Miért? Hát de megtámadott! Hát de miért ne ölje meg? Hát megtámadott. Hát majd hagyom neki, nem? Mi vagyok én? Mármint, hogy... Miért ne öljem meg őket? Már megöltem a főnöket, úgyhogy mindegy. Na, itt nem eltalál. Aha, ennyit rólatok. Milyen erősek? Erősek. Aha, kapták, haltak. Na, ki az erős, bazd meg? Ez egy raid, és ha megtámadod őket, és bemész egy faluba, akkor megint meg kell őket ölni. Hát de ők támadtak meg! Milyen rip lesz? Milyen rip? Hát agyon baszt, milyen rip? Milyen rip? Miről beszéltek? Hát széjjel öltem őket. Így nyomtam, hogy íííí. Ők meg így nyomták, hogy aztán én nyomtam, hogy íííí. És kész. Kaptam-e zászlót? Kaptam zászlót. Vészjósló zászló. Zászló. Hát fölrakom az. Hogy van lehet fölrakni az? Add ide a zászlót. Na mi van? Meg kell inni a tejet és... Aha. Effektet is kaptam, igen, ott van valami effekt. Ez azt jelenti, hogy valahol nem olyan messze van egy falu. Ja, tehát most magamra haragítottam a frakciót. De hát ők tám... Srácok, jó? Tehát figyeljetek már ide. Tehát most komolyan, jó? Tehát én értem, hogy mindenki Minecraft Pro. Figyeljetek már ide. Hát bazd meg! Kimész az utcára? Oda jön egy mongol gyerek egy ívetővel, és nyakon lő, akkor lebaszok neki egy jobb csapottat, abba a pillanatban ott marad. Hát nem futok el, hogy ja, hát nem bántalak, mert rám jönnek a tetyáid. Hát nem, bazd meg. Hát oda megyek, azt olyat verek rá, hogy soha többet nem lő. Hát mi a fasz? Hát majd hagyom, hogy itt lődözzön. Hát... Genyó. Hát itt hordom a testemen a zászlójukat, hogy lássák, hogy az összes családja lássa, hogy bazd meg. Széje merényelem még egy ilyen van. Hát ilyet bazd meg, ne támadjam meg őket.
Ha normálisak vagytok? Hát majd hagyom, hogy itt erőszakoskodjanak. Na, viszont megy le a nap, úgyhogy menjünk haza, iszunk tejet. De most végig hordan, és hogyha hordom a zászlójukat, akkor tudni fogják, hogy én vagyok a helyi basszájba. Oda megyek a faluba, és rászarok a küszöbre, és elveszem a répájukat. De amúgy sehol nincs itt falu, de majd megjegyzem, hogy erre kell jönni. Hát bazd meg, hát ilyet, hát ne vicceljünk már. Megtámadnak itt mongolok. Kirakom a zászlót a házba, amúgy kirakom. Jönnek itt a mongolok, bazd meg, azt itt elhiszik, hogy izé van, hát... Nehogy már, hát tudjuk már, hogy a fasznak a melyik végén állunk. Hát komolyan. Mongolok. Jó, láma, hello. Ouch. Baszom itt a sok hegymászásba. Ouch. Igen, azért ezeknél a részeknél jó az automata ugrás, szó se róla. Leszakad a kezem, úgy nyomkodom a space-t. Hittétek, hogy nem találok haza, pedig kurvára haza találom. Kirakom a zászlót, tudják, tudni fogják a mongolok most már, hogy mi van. Hogy lehet kirakni? De ez itt villog. Mindegy, aludjunk egyet, ja, szörnyek vannak. Egyébként néztem ezt a zászlót, mikor a textúra pakkot próbálgattam, és akkor is villogott, hogyha alaptextúrával volt, szóval szerintem a shader miatt villog. De legalább diszkó lesz. Ó, bazd meg, creeper, hát nagyon jó. Na, égjetek el. És ha elégnek, akkor is, akkor lehet, hogy itt... Ez gond. Az a creeper, az ott gond. Szia, Pók. Pók Péter. Az nagyon nagy gond, az a creeper. Halló? Gyárá! Gyárá, gyárá! Gyárá! De amúgy nem elég erős a fémkart, hogy megöljem a creepert, mielőtt felrobbam? Ez egy hülye kérdés. Nem. Majd ezt meg kell tanuljam, hogy hogy kell ezt megölni normálisan. Az ott miért nem ég el az a József város?
Rávágsz és hátrafutsz. Aha. Jó, majd kitanulom. Nem tudom fölvenni. Ezt nem tudom lesz. Na, azért. De följebb rakjad. Úgy, ott a diszkózászló. Na, kertelj. Na, már nem halakszanak rám a mongolok. Lehet kicsi? Aha, egyre többen vannak, kiváló. Ez a japán zene, ez tökéletesen, hát ez a mongolok miatt volt ez a keleti muzsika. Miért nem egyszerre nő a búza egyébként? Az így több gané. Még nem kell tóna lesz egyem, nem baj, majd megtanulom. Esportos ültetés. Kiváló. Nincs kaja, megeszem a zombikat. De az OCD-met idegesíteni, hogyha külön szedném ki. Ődet most már eldobom. Jó, megvárom, amíg megnő. Jó van már. Azért még van nálam főd. Azt mondjátok, ez diszpónol 5 perc után, ha ide kidobálom őket? Igen, gondolkozok, hogy csinálok kenyeret. Azt csak ki kell sütni a búzát? Hogy kell kenyeret csinálni? Pesti gyerek hülye kérdései. Kraftolni kell a kenyeret? Mi nem sütni kell? Kenyér. Ja. Hát ez degáz. Azt hittem, ki kell sütni a kenyeret. Jó. Megyünk vissza kalandozni. Szóval akkor azt mondjátok, hogy biztos, hogy van arra felé falu a közelben, hogyha ott voltak a mongolok? Csúcsú, köszönöm szépen a csírt, bocsánat, lemaradtam. Közben figyeljetek, hát ha láttok benőt. Bazd meg, de itt fölmászni. Ja igen, ezt láttam valahol XYW köszi, hogy ha rakok a kerítésre ilyen szőnyeget, akkor ki lehet ugrani, de hát az milyen faszul néz ki. Ja, ez fontos, tehát ha valaki így valamiért most van itt először, és így nem tudja, hogy ki a fasz vagyok, a szépség az előrébb való mindennél, tehát nem fogok azért szőnyeget rakni a kerítésre, hogy ki lehessen ugrani, mert az úgy praktikusság, faszom, ki rak szőnyeget a kerítésre? Így otthon, így a házszél, így a kerítésre, így kiagatjátok a szőnyeget, hogy ki lehessen rajta ugrani? Hát ugye, hogy nem. Azt hittem, ennél többet tölt a kenyér. Mm.
micsoda titkos paradicsom van itt a polipoknak. Megtaláltuk Azmo titkos hentai polip lagúnáját. Azaz. Azaz. Na, itt küzdöttem a mongolokkal. Csúcsú, köszi a feliratkozást is, üdvít köztünk, hát peregjenek a pingvinek Csúcsúnak. Szegy havat, lesz hógolyó, azt mire jó nekem a hógolyó? Hello, csirke. De az ilyen gomba erdő ott, vagy mi az a? Gondolom, így erdő közepén nincsen falu. De akkor honnan jöttek a mongolok? Fölvettem egy tojást. Ennyire szimpatikus voltam a csirkének, hogy letojt. Dani, köszi a subgiftet Dávidnak. Dávid, szintén üdvít. Kivételezett csodálatos emberek körében. Hello. Megint megy le a nap. Hát alig csináltam valamit. Ott arra felé van rét. Sensei, tudod, hogy szeretlek, meg mindig segítesz, de az ott arra felé, mire ezt beírtad, én már nem tudom, hogy hol van az ott arra felé most. A tökök felé próbáltam jönni, mert azt írta valaki, hogy a tökök felé lehet falu, nem tudom miért. Megy fullba a fake info, de gondoltam elnézek erre. Ezért kell ágyat hozni magaddal. Jó van már, ágy. Te vagy egy ágy. Mindjárt éhe halok. Tojást meg tudom enni, az ad valami kaját. Nyers húst megeszem, akkor mi történik? Jó, majd erre fele fogunk keresgélni. Üljön meg a bárányokat. Most hova lettek a bárányok? De itt a semmi közepén tudok aludni, de hát megbasznak. De hát az crafting table-lel lehet csak, nem? De ne, ágyat csináljál nekem, nem ilyen izét. Most nem tudok ágyat csinálni. Vagy tudok ágyat csinálni? Most eldobtam a tojást? Igen, az csak asztalnál tudok. Olyan gyomorfekét kapok a nyers kajától most, hogy beszartam. Szevasztok, creeperek, hello. Kalandos út lesz.
Ó, nem akarok itt ágyat csinálni a semmi közepén, hát így sokkal izgalmasabb hazakalandozni. Nem tévedek el, nagyjából tudom, hogy erre kell jönnem. Látjátok? Ouch. Azért annyira nem mentünk messzire még. Mi van elégtek, tetyáim? Hát, ez ilyen. Kell nektek vagánykodni. Úristen, mennyi creeper van ott, bazzeng. Hát majd, ha nagyobb lesz a bázisunk, akkor kifáklyázzuk távolabb. Nincs kajám, az a baj. Szia, Pók Péter! Meg kéne vágjak egy tehenet. Olyan nem vett észre a creeper. Bár levágok még egyet, azért van. De most meg kell az a kicsi meg a nagy, az majd párosodik, ha felnő. Tehát itt ilyen full incest van. Ezeknek mindegy, kivel jó van. Pók Péter, hát hagyd békén a malacokat. Ne legyél már bunkó. Menjünk tovább kalandozni. Elnézést, hogyha ez így unalmas nektek, de most így kíváncsi vagyok, hogy tényleg van-e arra falu. Meg még kell egy benő. Aztán majd valószínűleg kell egy új bánya, mert ott... Nem tudom, az már nem tetszik az a bánya, azt ott kiirtottuk. Egyébként erre könnyebb jönni, ezt most felfedeztem. Ouch! Nem uncsi ez a Minecraft lényege. Jó, hát én nem tudom, hogy mi a lényeg, hogy most jól csinálom, vagy rosszul csinálom. Én nem tudom, hogy mi van. Én csak csinálom, amihez épp kedvem van. Azt hittem a fára, hogy kutya, de nem. No kutya. Megjött a Vihar bácsi, ma is Vihar bácsi lesz, bazzeg. Minden nap ilyen nyári zápor van? Ez csirke.
Farkasinkább hegyi részen van. Nem tudom, az én Minecraft játékom hülye, nekem itt a hegyen, bazd meg csirkék vannak. Fölmászunk oda körülnézni. Jézusom, micsoda állatfarm. Kis bárány. Nem látok utát. Ti láttok utát? Nem látok utát, de falut se látok, az a baj. Micsoda láma család. Nincs itt falu sehol, hát gombaerdő van mindenhol. De még csak potenciális mezőt se látok, ahol elférne egy falu, mindenhol erdő van. Erdőbe is lehet falu, de hát csak észrevenném. Mondjuk az is lehet, hogy este kéne nézni, mert akkor látom a fényeket, nem? Én élvezem nézni, ahogy felfedezed a tájat, és örülök, hogy végre tudlak itt támogatni igaz kis formában, kisebb, mint három. Ah, csúcsú, ne viccelj, köszönöm. Igen, hát ez előfordul. Este semmit nem látsz, nem hogy a falut. De hát a falunak van fénye, nem? Tehát on paper. Este könnyebb észrevenni, hogyha valami világít. De biztos igazatok van, most csak logikusan próbálok gondolkozni. Ejtőernyőt kéne kraftoljak? Igen, lehet. Nincs több benő, csak egy benő volt. Jobban kellett volna rá vigyázni. Most még már nem vagyok benne biztos, hogy merre lakok. Nem tudom, mármint nyilván, hogy évezredes népszerűsége van a Minecraftnak, és nálam ezt okosabb emberek már kitalálták, de nekem egy kicsit rövidek a nappalok. Persze gondolom, biztos van rá mód meg minden. Meg nyilván nálam okosabb emberek tudják, hogy ez miért ilyen, amilyen. Nekem úgy fura pici. Azért itt egy csomó állat, de kutya nincs. Itt meg már megint víz van. Könnyebb lenne hazamenni, befogni egy zombi villagert, csinálni egy aranyalmát, egy gyengeségpotit, odaadni az almát és a potit, csinálni egy saját falusit és tőle trédelni répát. Tepertős csiga, ennek amit mondtál, a 2%-át sem értem, de
De amúgy egészen biztos vagyok benne, hogy igazad van. Ezeket most kurvára megölöm, hogy legyen kaja a hazaútra, és megint nyers kaját fogok enni. Gyere már ide, bazd meg! Bocsánat. Csirkék báránya. Kis coca, kapja. Több energiát elvesztek a harccal, mint amit nyerek. Már megint káromkod. Állandóan káromkodok, Bidi. De csak azért, hogy a Pingvin News lehozhassa. Most kell kikáromkodjam magam, amíg a kisfiam nem érti, mert utána figyelnem kell. Most egy életre ki kell káromkodjam magamat. Már megint ott a repülőtank! Én azt gyanítom, hogy arra lakok. Aztán ez nem biztos, hogy így van, de... ott valami láva van. De menőn néz ki a láva. Méhecské. Most megnézzünk egy naplementét. Milyen kurva jól néz ki amúgy. Lenne a közelbe falu, ilyen magasról látnám a fényeket. De lófasz van itt, nem falu. Én valahol azt olvastam, ahol méhek vannak ott faluval. Jó, ne, nem kell most már, mindenhol falu van szerintetek. Na jó, próbáljuk meg hazajutni az éjszakába. Ubazd meg. Aha, nem biztos, hogy ez... Lehet, hogy itt is szakázunk. Ki volt számolva? Ki volt számolva? Nyugalom. Tehát ugrás közben nem lehet blokkot lerakni, ezt is megtanultuk. Pedig 2000 IQ-s ötletnek tűnt. Kicsit töltődünk. Kicsit HP ügyileg föltúrjuk magunkat. Ha megint jöhetne egy csonti, de miért akarjátok, hogy megdögöljek? 29... 663-nál vagyok, jó. Melyik szín egyébként melyik koordináta? Jó, a 86 az a zöld, az a magasság, arra rájöttem. Bocsi, csak írok az asszonynak. Basszus, ilyen lassan töltődik a HP, mindjárt reggel van.
mondjuk végül is az se baj. Azt hittem arra a fal izére, hogy az egy zombi. Azért durva, hogy ennyivel gyorsabban töltődik a HP-m, amikor fullon van a kajám. És hogyha már egy kicsit is lemegy, akkor mennyivel lassabb. Hozok vizet, srácok, jó? Addig ne halljon már meg a karakterem. Ti vigyáztok rá! Minden oké? Akkor még dobok egy biót. Mindig éjszaka van? Ne nyomjátok a creeper hangokat, bassza meg! De... meddig tart az éjszaka? Na jó, menjünk. Ouch. Milyen rohadt jól néz ki a láva így este ezzel az RTX shaderrel, nem? Rohadt jó. Jaj, megint hallottam az Ender Dragon sikoltásán. Ott volt kettőben ő. Na most ne kamuzzatok, ilyennel ne viccelődjetek. Otthonra egy saját. Hát persze, lávalámpát csinálunk majd a házból, meg minden. Milyen kis folyó.
Tudom, hogy trollkodtak. Nem volt ott Benő, ne hazudjatok nekem. Hajnalodik, kiugrom az ágyból. A tetyáim már várnak rám. Ouch. Aludni kéne, mert jönnek a fantomok. Mi, hogyha egy estét nem alszok, akkor már jönnek a szopó fantomok? Mennyi cél kell? Tényleg azt nem beszéltük meg, mert mint hogy kérdeztem, biztos írtátok, hogy a csirkét is lasszóval kéne hazavigyem? Három éjszaka után jönnek. Ó, hát akkor még jók vagyunk. Ez most csak egy volt. Már nem kell a fákja. Egyébként az állatok így spónolgatnak is, vagy amikor legenerálódik a világ, akkor legenerálódnak az állatok is, és így onnantól kezdve annyi. Lasszóval a legkönnyebb maggal tudod őket csalogatni, okés. Spónolna, mert akkor simán lehet, hogy oda spónol majd egy benő. Mert most itt tök jó, hogy ennyit keresgettünk, de na. No falu. Beszarok, hogy mindig hazatalálok. 8 millió IQ. Egyszer én is hazatalálok. Benő olyan, mint a szerelem, ha nem keresed, megtalálod. Egyébként ebben van igazság. Nem szabad keresni, majd ő megtalál minket. Fekete gyapjú. Jó, ezeket elrakom. Főd, az maradhat. Hogy áll a búzám? Szarú, de büszkém. Sose felejtem el, hogy ott találtuk meg Benőt. Jó, csináljuk meg a kaját, és utána menjünk bányászni. Mert ma annyit felfedezgettünk, hogy alig volt bányászat. Én ki kéne dobáljak egy csomó mindent, ami nem kell. Nem kell. Várj, az gyapjú volt, amit kidobtam. Tök mindegy, majd ha kell, akkor szerzek. Csak hogy legyen egy kis mining is a mai napban. Kell még egy ládát is csinálni. Igen, hát állatot kéne szaporítani, igen, de most nincs még kész a búza, úgyhogy azért... Répa, tehát ugye eredetileg azért indultunk egy 2 órával ezelőtt falut keresni, hogy a malacokat tudjuk szaporítani, csak hogy nem találtunk falut. Keressünk egy új bányát, vagy menj... Ja, de nem, még tudok ott tovább menni, ahol voltam. Tudok.
Let's go bánya. Azért már jó messzire juthattunk. Menetok most elvesztem, de erre igen. Az a baj, hogy ez meg már itt fölfele visz. Meg a fasznak szedjek szenet, szén már nem kell. Ez itt egy zsák utca. Szerintem elkezdek random lefelé menni, mit szóltok ahhoz? Valami lesz belőle. Csak vissza akarok menni ott, ahol még egyenes, igen. Akkor itt elindulunk lefelé. Itt én érzem. Jó, és ezt itt be is fogom falazni. Sziasztok, további jó szórakozást, ne szajhi. Köszi! Hello, hello! Úgy. Erre megyünk. Nem csináltam vascsákányt, mert fogykos vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy kiukadunk-e valahova, valaha. Egyszer valami majd csak történik. Kínába megtaláljuk a mongolokat. A föld alatt nincsen falu. Mit keres ott egy földblokk? Várjatok, kéne fáklyázni. Amúgy ennek van értelme? Oh, na, ott a vázs. Miért vannak itt földblokkok? Ennek kéne jelentenie valamit? Hallok valami mocorgást. Lehet, hogy már halucinálok. Miért van random földblokk? Ez elképesztően furcsa rejtés, srácok. Mindegy, mindjárt tönkre megy a csákim. A csákányt szoktátok csákinak hívni? Állítólag úgy kell, úgy emenő.
Hazamegyünk, csinálunk egy új csákit. Ó, itt elrontottam. Ezt ki tudom ütni? Igen, ez is a baj a textúra pakkal, hogy nem látom, hogy ütem a cuccon. Elrontottam itt a lépcsőzetességet. Ajaj, ez gond. Hát egy kicsit kibővítette itt a dolgot nekünk. Chucky, igen, Chucky, úgy kell írni. C-H-U-C. Úgy. Már átbányáztunk egy éjszakát, vagy most megy le a nap? Égesed a vasércet, te zsvírem. Ezt a sok követ meg kidobálom. Ezt én nem tudom, mi az Isten, ilyen, hogy jön a vihar és fél a kutya. Ég a vázs. Kell csinálni vázs felszerelést. Vázs csákány. Abból kell kettő. Nagyon jó. Hát a többit még megtartom. Munkás csákány, vas csákány achievementet kaptam. Kiváló. Nyilván! Nyilván! Notoris PvP, hát peregjenek a pingvinek, egy új tag, egy hős, egy sztár. Üdvít köztünk. Köszönöm szépen. Mondjad, Nessie. Legyen elég a mai stream délelőtre, mondjad. Mondjad. Hallottátok? Legyen vége? Mondjad. Mondjad. Igen. 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 Játszani szeretnél? Mondjad. Jaj, ez a kutya. Jó van már, jó, jövök, kiégetem a vázsát, és utána jövök. Ezt még hadd égessem már ki a vázsát. Jó. Jó van, majd a 14-es Y koordináta alatt ások, és lesz Diamond, meg minden lesz. Neil Diamond, amit akartam. Ki fogja tudni égetni? Ki? A Minecraft függőség első jele. Jó, hát ezt most még ki kell égetni. Ahogy. Kiváló. Na. Innen fogjuk folytatni, srácok. Nem tudom, hogy mennyire volt progresszív a mai rész, de egyébként egy csomó minden történt, így is. Úgyhogy remélem, hogy tetszett. Hát elkezdtünk ismerkedni itt az állattartás reményeivel. Szertettünk egy új barátra, akit szomorú módon el is vesztettünk. Tehát, hogy... nehéz volt lelkileg. Hát a falu kereséssel kicsit sok idő elment, de legalább felfedeztük a környezetünket. Remélem jó volt, srácok. Remélem azért tetszett. Na, jövő héten fogjuk folytatni valamikor, és ma délután lesz még stream, kodozunk a hard móddal, ha minden igaz. Ha azóta nem történt változás. Nem néztem a messengert, de elvileg hard módozunk. Nem tudom, hogy reggel mit mondtak Janiék. Úgyhogy 2-kor jövök vissza. Ja, 2-kor.
pereg a kod. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, srácok, tényleg, köszi a figyelmet, sok-sok támogatást, de hogy úgy egyáltalán nyomjuk együtt. Folyt köv jövő héten, de nyilván lesz még addig stream, csak hogy Minecraft jövő héten. Jó? Aki lemaradt, addig ez majd föl fog kerülni a Nessaivod YouTube csatornára. Na srácok, puszi a pocitokra, csók a családnak, találkozunk legközelebb, leginkább most 2-kor. Gyertek akkor is! Szevasztok! Tudom, hogy sem lehet kapaszni a frambaidát. Mi szerszem lőtt